Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai előadóinkat és kedves vendégeinket. A Mesterséges Intelligencia Társadalmi Hatásai címmel szakmai programot szervezett a Szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium képzési központja. Meghívott előadóik Székely Levente, az MCC Ifjúságkutató Intézet igazgatója és szociológiai műhelyvezetője, valamint Radnai Fanni, az Ifjúságkutató Intézet junior kutatója volt. A mesterséges intelligencia társadalmi hatásaival foglalkozó tanulmány megállapítja, hogy a digitális jövőben az EMMI minden érintett szereplő számára megkerülhetetlen, annak számos előnyével együtt. Nyilván számos pozitív példája van, tehát nem véletlenül járunk itt fejlesztésben, hogy mesterséges intelligenciát fejlesztünk, hiszen ezek a megoldások nagyon jók lehetnek olyan feladatoknak a kiváltására, amelyek ismétlődő feladatok, monoton feladatok, nagyfokú precizitást igényelnek, és ebben például a mesterséges intelligencia kiváló eszköz. De kiváló eszköz arra is, és nagyon sokan használjuk ma is, hogy inspirációt nyújt. Tehát, hogyha egy feladatnál egy kicsit megakadtunk, akkor megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, hogy ő hogyan csinálná. Éppen ezért a jövőbeni együttgondolkodás célja olyan stratégiák kidolgozása, amelyek középpontjában a maximális gazdasági és társadalmi hasznosulás, a területi szakemberképzés és a felmerülő kihívásokra adható optimális megoldások kidolgozása áll. A nagy probléma egyébként ezzel az óriási technológiai fejlődéssel az, hogy van ennek egy elképesztő mértékű sebessége, miközben a hozzá kapcsolódó felhasználói tudás meg nem ér fel, tehát az az írástudás, az a hogyan használom a technológiát, hogy az számomra előnyt biztosítson, tehát ott kell nagyon nagyot fejlődnünk. Ezért a mesterséges intelligencia lehetőségeinek bővítéséhez elengedhetetlen az adatokhoz való hozzáférés kiterjesztése, a digitalizált munkafolyamatok és kompetenciák erősítése.